Nem találtátok még meg számotokra megfelelő hobbit? Gyertek velünk, mi megmutatjuk, ott jártunk, hogy mi is az az Airsoft. Magyarországon mióta van az Airsoft? Tudomásom szerint Magyarországon 1996 óta van. Akkor kezdték a nagyöregek, akiknek most már boltjuk van. Úgyhogy végülis 10 éves történelemre tekinthet vissza a magyar játék. Honnan származik? A játék Japánból származik. Ott találták ki. Az ottani szigorú fegyverviselési törvények miatt alakult ki ez a fajta fegyverkultúra, ugyanis a törvények nem engedték meg, hogy magánszemély fegyvert tartson magánál, és teljesen realisztikus fegyvereket kezdtek el kialakítani, és ugye ebből a 6 mm-es lőszerrel működnek, és ez teljesen a valóság látszatát kelti, és ebből egyre nagyobb hobbi lett. Hát tulajdonképpen az Airsoft, ez egy való élethű játék, aminek egyfajta olyan alap formátuma van, hogy annak idején emberek kitaláltak egy olyan sportágot, amit úgymond paintballnak hívtak, és voltak emberek, akiknek ez én szerintem nem követelte meg azt a szintet, amit mondjuk egy valósághű játék megkövetel. Ezért feltételezem én, bár a történelmi alapját igazán nem tudom pontosan, hogy próbáltak olyan fegyvereket leutánozni, amik megfeleltek a valóságnak. Na most ez valamilyen folytán sikerült is egészen addig, hogy meglévő igazi fegyvereknek a mintáját utánozták le, és próbálták a súlyát, kinézetét, anyagszerkezetét, célzórendszerét, tüzelési sebességét és különböző biztonsági részeit úgy kialakítani, hogy az, ha valaki megfogja a kezében, és mondjuk nem szakavatott, akkor igen, elmondhatja arról, hogy na, hát van valami valóság alapja, hogy talán igazi fegyver. Mi szükséges ez a játékhoz? Ehhez a játékhoz egy úgymond Magyarországon egy MASZ szabályzat van előírva, ami alapvető formában azok közül, a úgymond menüpontok közül is a legfontosabb az, hogy 18 életévét töltse be az illető. Amennyiben nem töltötte be, akkor van egy úgynevezett forma nyomtatvány, amiben a szülei által úgymond felhatalmazást kapnak arra, hogy ebbe a sportba úgymond részt vehessenek, és bármilyen jellegű külső sérülést kap, elesik, meglövik, bármi olyan dolog, ami úgymond nem szándékos, lehet, hogy épp az ő hibájából kifolyó, akkor ne terhelje azt az illetőt, aki épp abban a csapatban játszik, vagy azt a társát, aki mellett éppen elesett. Kik játszhatják ezt a sportot? Ezt a sportot szerintem bárki játszhatja, a nyugdíjastól kezdve inkább azt mondom, a 18 életévét betöltött, mindegy az, hogy nőnemű, vagy hímnemű az illető. Bárki játszhatja. Én szerintem, én legalábbis azért játszom ezt a sportot elsősorban, mert kétféle dolgot elégít ki a számomra. Az egyik az, hogy hirtelen mozgást igénylő játék, tehát nagyon jó testmozgás. A másik meg az, hogy minden, lehet, hogy most csak ez az én véleményem, minden gyereknek egyszer az álma volt az, hogy vagy katona legyen, vagy rendőr legyen, vagy tűzoltó. Mindenkinek volt valami happy-e. Én nekem a katonaság is eléggé, elmondhatom, hogy bejött. Számomra ez egyfajta élmény, amit ott elég sokat megtapasztaltam, elég sokat elsajátítottam, és úgymond most itt a szabadba meg tudom valósítani. Nem túl olcsó körülmények között. Kétféle okból lehet a lőszereknek más a színük. Az egyik a megkülönböztetés, tehát általában ebből a fehér típussal lövünk, a minőségi lőszerrel, a másik kék, az pedig az kezdő kategória, könnyebb lőszer, más a felülete, olcsóbb is, úgyhogy többféle kategóriába oszthatók a lőszerek. Mindenki megtalálja a saját fegyveréhez valót, meg a saját pénztárcájához valót is. Aki eljön ide hozzátok játszani, annak szükséges felszerelést hoznia, vagy tudtok biztosítani, esetleg kölcsönözni lehet-e valahonnan? A legalapvetőbb felszerelést, a védőszemüveget, azt mindenkinek magának kell biztosítania. Ezt is megtalálja mindenki saját magára szabva. A sima
munkavédelmi szemüvegtől kezdve, ami már kibírja a lövést, az jó. Aztán vannak a teljes állarcos, vagy teljes arcos maszkok, amik nyaktól egészen a homlokig védnek. Valaki pedig úgy oldja meg, hogy szemüveg és sállat teker magára, vagy pedig neoprém arcvédőt. A többi felszerelés, ami szükséges a játékhoz, természetesen a fegyver. A fegyvereket három típusba sorolhatjuk. A sima rugós, ami egy rugós mechanizmussal lövi ki a lőszert. Aztán van, amit a kezembe tartok, ez a elektromos, AEG fegyvernek hívják. Ez tud egyes lövést és sorozatlövést, akkumulátorral működik. Normális kis kapacitású, illetve nagy kapacitású tár tartozik hozzá. Ezekből lehet támogató fegyvert is csinálni, ami sorozatlövésre alkalmas, nagy lőszer, és a támogató emberek csak hátul állnak. Aztán van a gázos fegyver, ami egy tartályban tárolja a gázt, és elsütéskor a gáz viszi ki a lőszert. Ez a három. Fegyvereket tudtok biztosítani, vagy azokat is mindenki beszerzi magának? A csapatunkban van olyan ember, akinek több fegyvere van, és általában, hogyha valaki kijön kipróbálni, akkor egy-két játékra tudunk neki biztosítani. Későbbiekben tervbe van véve, hogy lesz kölcsönözhető fegyver, úgyhogy bárki, aki kedvet érez hozzá, de nem akar komolyabban anyagilag beruházni rá, annak lehetősége van kipróbálni az airsoftot. Rendszerű fegyver, ezt minden lövés előtt fel kell húzni, és úgy lehet vele lőni. Ide kell berakni a golyókat, tölt, felhúz és lő. Gázos rendszerű, abban különbözik a rugostól, hogy ennek a tárban van egy gáztartály, amit feltöltünk minden játék előtt gázzal, ugyanúgy megvannak benne a lőszerek, és ez egy félautomata fegyver, tehát automatikusan a gáz húzza fel a fegyvert és tölti újra a lőszert. Élesítve van. Egy olcsó típusú fegyver, amiben így van a tár. Ezt minden játék előtt tölteni kell, kihúzom, és teleteszem töltőnnyel, visszatolom, és az alján felhúzom. És visszahelyezem a tárba, egyes lövés, és a sorozat. És így van lezárva. Szóval ez egy AEG típusú fegyver, ennek a márkája GP. Amit el kell róla tudni mondani, a tárnak a kapacitása az 300 dB fér a tárba. A másik, ugye itt helyezkedik el benne a motor, itt van bent az akkumulátor. Ezen a fegyveren van egy 4x32-es optika, egy céltávcső, van rajta egy lencsevédő, tulajdonképpen más nagyon nem tudok elmondani, nem tudom, hogy az árkategória számít-e, olyan megközelítőleg a fegyver olyan 140 ezer forint értékű. Abszolút. Tehát akkor ez egy HFC VSR 11-es mesterlövész puska. Ezt alapból ilyen 300 FPS teljesítménnyel adják ki. Ez már tuningolva van, már egy igen erős tuning van benne. Egy 170-es rugó van a dugattyúba, és ez olyan 560 FPS körülre tuningolja a fegyvert. Ennek a tárja az itt alul helyezkedik el, ezzel a kis gombbal lehet kioldani, majd kivenni. Ennek a tárnak a kapacitása az 30 darab lőszer, és én ezt 0,3 grammos lőszerrel használom. Ennek a lőtávolja olyan 60-65 méter körül tehető, hát ez még erősen lelehető. Ezen van egy 4x20-as kis távcső, ez majd le lesz cserélve egy nagyobbra, mert gyárilag egy nagyobb szereléksín kapható rá, és az nem, tehát az arra nem lesz fölrakni ezt a távcsövet. Ennek a fegyvernek a mechanikája az úgy működik, hogy így lehet fölbiztosítani a felhúzó szerkezetet, majd erősen az egészet hátra húzni, visszatol, bebiztosít, és a csőre van töltve, és
lehet vele lőni. Ebben az ezüstözött hengerben mozog a dugattyú, illetve ebben van a rugó, és végül is ez adja meg az egész fegyvernek a lelkét. Hány csapat játszhatja egyszerre ezt a játékot? Hát ez a játéktól függ. Elsősorban a játéknak az alapja az, hogy minimum két csapat, ez ugye értelemszerűen, de játszhatja a több is. Ez elsősorban azon múlik, hogy egy játéknak milyen a kiírása. Tehát elsősorban megterveznek, hogyha egy igazi nagy játékot nézünk, akkor megtervezik azt, hogy mi a játéknak a lényege, és annak fejében válogatják össze azt, hogy hány fővel lehetne, illetve a terület hány főt enged meg, illetve az, hogy a játéknak a lényege, hogy az igényel több csapatot, esetleg két oldalt, és azokon az oldalakon belül esetleg rajokat vagy szakaszokat. Tehát ez a létszámtól függ, hogy osszák szét, de többnyire ez a kettős, azt mondom, ez az általános, és azon belül, hogyha nagy a létszám, akkor rajokra felosszák a csapatokat. Mit csináltok azokkal a játékosokkal, akiknél egy kis agressziót észleltek? Hát ezzel annyit tudok igazából elmondani, hogy mivel a játéknak alap leírásában benne van az, hogy se szaszasít a használata a játék közben, semmilyen agresszív megmozdulás. Ez nagyjából az első játéknál előfordul. Tehát egy név nélküli ember, aki idejön és azt mondja, hogy szeretne játszani, természetesen játszhat, hogyha megfelel a védőeszközöknek a kategóriája. Az első játékon nagyjából ki is fog derülni az az illetőről, hogy milyen kaliberű ember. Én azt mondom, hogy miután felvilágosítottuk, mert ugye minden játékos, aki idegen szempontból idejön, mindenkinek ugye a kérdés az, hogy tudja-e, hogy mit csinál, miért csinálja, stb. Ha ezt nagyjából meg tudja válaszolni úgy, hogy elfogadható, akkor, tehát akkor tud játszani. Ha nem, akkor bizonyos szinten fel van világosítva, utána ugye lezajlik az első játék, felhívjuk egy-két olyan dologra, ami esetleg az ő testi épségét vagy más testi épségét veszélyeztetné, utána megpróbáljuk esetleg még egyszer, vagy többször odafigyelünk rá, amennyiben nem, akkor értelemszerűen nem játszhat. Ez egy olyan dolog, hogy mivel itt nem egy emberről van szó, hanem több emberről, itt ugye mindenkinek a testi épsége az első. Ha megérti, megérti, ha nem, itt ez egy olyan csoport, aki valamilyen szinten egyfajta összetartás. Tehát odafigyelünk a másikra. Valakit játék közben baleset ér, leáll a játék. Segítünk, még hogyha bármi áron is. Tehát nem a játék az elsődleges fontos, hanem az, hogy senki ne sérüljön. Akinek az elmúlt pár percben megtetszett ez a játék, mennyi összeget kell rákölteni, hogy el tudja kezdeni? Hát tulajdonképpen elsődleges a védőfelszerelés, mint például most levettem ezt a teljes arcvédős maszkot. Ez pár ezer forintból megoldható, ez a legfontosabb. Innentől kezdve a fegyver igazából mindenkinek a saját pénztárcája van szabva. Tehát lehet venni egy olcsóbb, egyszerűbb fegyvert, ezen a pályán szerencsére használható, esetleg egy kínai fegyver 10 000 forintért, de mivel igazából érdemes elkezdeni játszani, az körülbelül a 30 000 forinttól kezdődik, ki mit szeretne, ugye életfű modellek, 30 000-től a csillagosség, 100 000 forintos fegyver is a pályán is szerepel nálunk is, tehát ez sem ritkaság. Hát arra kell számolni, hogy a védőfelszerelés ruházattal együtt esetleg mondjuk kihozható talán 10 000 forintból, de mindenképpen kell a lövések miatt, és utána a fegyver az mindenkinek csak ténylegesen a pénztárcájától függ. És hogy ki mit szeretne. Ez a ruházat, ami rajtam van, ez nagyjából megfelel a követelményeknek? Teljesen tökéletes. Még javasolnék egy kézvédőt, elég fájdalmas tud lenni egy kézlövés, és mindenképpen vagy szemüveg, vagy egy teljes arcos arcvédő, mint ez. Bocsánat. Az airsoftot tulajdonképpen, mint játékot, nyílt területen szokták inkább játszani, vagy épületben? Ez mind a kettő, tehát ennek két változata van. Van szabad tére, mint ahogy mi is játszunk, illetve van épületharc, teljesen más taktikáltal, teljesen más szabályokkal, mint ez a szabadtéri harc, de mindkettő játszható, és játszottunk mi is. De mivel szerencsére van egy ilyen jó pályánk, itt szoktunk játszani szabadtéren. Mi a lényeg ennek a játéknak? Tulajdonképpen nem csak játék, ez sport, és csak a becsületen alapszik. Míg egy paintballnál az ember egyértelműen láthatja a lövést, ugye egy festéktalálatból, itt a lövés a 6 mm-es műanyag bogyókból ugye kapjuk, és a találatot az egyén jelzi. Ha találatot kap, föláll és kivonul a játékból. Magyarországon vannak az airsofttal kapcsolatban rendezvények? Igen, van. Nemrég is volt egy Market Garden nevezetű játék, ami országos szinten volt meghirdetve, tehát elég komoly versenyek szoktak lenni. Itt pénznyereményekről is szó lehet, illetve szoktatok-e részt venni ilyen rendezvényeken?
Pénznyereményről nem tudok, viszont a rendezvényeken igen, a körülöttünk állók is, illetve az előttünk szereplő fiatalember is szerepeltek, voltak fönn a játékon, és azt mondják, hogy nagyon jó. Tehát egy ténylegesen életű fegyverekkel játszott, életű helyzetekben, valós események alapján megrendezett játékról van szó. Te kiknek ajánlod ezt a sportot? Tulajdonképpen bárkinek, akit érdekel. A szülői felügyelettel 18 év alatt is, de bárkinek. Aki szeretne egy kicsit mozogni, szeretne egy kicsit fölpumpálni az adrenalint az erejébe, jöjjön ki és próbálja ki. Hol lehet titeket elérni? A legjobb elérhetőség én szerintem a honlapunkon, dunersoft.hu, ami egyáltalán a mi honlapunk, tehát ott van minden játékról készült fénykép, vannak beszámolók, a tagokról vannak benne fényképek. És hát ugye a fórumban bárki bármikor hozzánk is szólhat, illetve kérdezhet.